A Magyar Honvédség, az Adrianus Alapítvány, a falvak kultúrájáért és a Katona Olimpikonok baráti kör toborzó emlékfutás szervez május 6-a és 20-a között. A kéthetes országos programsorozat idején hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 1800 kilométeres útvonalon 219 települést érintenek, s a végső állomás a főváros lesz. Az emlékfutás résztvevői május 15-én a Hősök terén egy rendezvény keretein belül várják az érdeklődőket. Az utóbbi évek során már rendezett emlékfutást a városban a Magyar Honvédség, de ez a programsorozat egy összefogás eredménye, mondta Tóth Imre őrnagy, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 3. hadkiegészítő és toborzó iroda vezetője. A mostani szervezésű rendezvény annyiban másabb, hogy egy civil szervezet kezdeményezésének, egy összefogásnak tesz eleget a Magyar Honvédség. Tehát a Magyar Honvédség az Adrianus Alapítvány kultúráért, a falva kultúrájáért és a Katonaolimpikon baráti köre szervezésében egy toborzó országfutást rendez, ugye 2022-ben, mint egy 1800 kilométert fognak futni, egy 25 fővel teljesítik ezt a, mondjuk így egy kört Magyarország területén, és mint egy 219 települést érint ez a futást. A célja az nem más, mint ugye maga a Magyar Honvédség katonai szolgált formájának népszerűsítése, ugye a sport irányzatán keresztül a társadalmat és a Magyar Honvédséget egy kicsit közelebbre, szorosabb kapcsolatra szeretnénk fűzni, ami én úgy gondolom, hogy Püspökladányban nagyon jól sikerülni fog, az előkészületek is ezt mutatják, illetve mindenféleképpen szeretnénk kiemelni azokon a városokban rendezvények keretein belül olyan nemzeti értékeket, amit a fiatalok számára tovább tudnánk adni. A futók május 14-én délután érkeznek a megyébe, ahol a Komádi, Furta, Berettyóújfalu, Bakonszeg, Nagyrábé, Bihar-Nagybajom, Sárétudvari, Püspökladány, Kaba, Hajdúszovát, Debrecen, Hajdúsámson, Nyíradony útvonalat lefutva május 15-én este lépnek át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A futók szombat éjszaka érkeznek a városba, majd a reggeli órákban várják az érdeklődő lakosokat. A rendezvény Püspökladányban 2022. május 15-én 8 óra 30 perckor fog kezdődni, úgyhogy sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ezen a rendezvényen a futók már előtte való nap fog érkezni Püspökladányba, éjfél környékén fognak ide érkezni, és ugye 15-én 8 óra 30 perckor fogunk itt gyülekezni azokkal a fiatalokkal, illetve sportolókkal, akik szeretnének a futáson részt venni. Ők közösen egy szimbolikus kört fognak tenni itt Püspökladány területén, és ezt követően pedig, ugye, mint ahogy említettem is, egy értékrendet teremteni, szeretném megemlékezni a hőseinkről, itt a szobor környékén, a városi önkormányzattal, illetve ezt követően, akit még érdekel, akkor itt a katonai toborzás sátránál lehetőség lesz akár katonai szolgált formák után érdeklődni, illetve a továbbtanulási lehetőségekről információt összeszedni. Az emlékfutást követően további kísérő rendezvények várják a Hősök terére kilátogatókat.